A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! A legnagyobb öröm, ha másokért tehetünk valamit. A mai beszélgetésre egy olyan embert invitáltam meg, egy olyan székesfehérváriat, aki nagyon sokat tette azért, hogy a kárpát-medencei magyarság abban az értelemben is itthon, otthon lehessen. És hát Prekrit Juditnak nagyon sokat köszönhetünk, tisztelte köszöntöm, örülök, hogy itt van velünk. A beszélgetésünk apropója, hogy átvehette nemrégiben a Kárpát-medencei Együttműködésért díjat, de természetesen szó kell, hogy essék a Pro Pannonia Reformáta díjról is. Ahhoz azonban, hogy eljussunk, hogy a református egyház kerület egyik tagjaként miként volt indítatása arra, hogy egy csomó mindent olyat tegyen a határon túli magyarokért, magyar gyermekekért, fiatalokért, ahhoz egy kicsit beszélni kell az indítatásról. Először hadd kérdezzem meg, hogy mennyire jelent megerősítést egy önkéntesnek, ha elismerik a munkáját ilyen formában is? Hát először is mindenkit nagy szeretettel köszöntök én is. Hát jó érzés, de úgy érzem, hogy ez az elismerés azért annak a missziónak, annak az ügynek szól legelsősorban, amit szívvel, lélekkel teszek évek óta, a sok más baráttal együtt. Ezek fontos dolgok mindenképpen, annál is inkább, hiszen reformátusként, ahogy az életrajzából is tudjuk, a lánygyermeke, illetve az unokája is Széchenyi úton lettek megkeresztelve, hitű reformátusok. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Mit jelent a hit az ön életében? Hát az én életemben a legtöbbet a hit adja, tehát, hogy erőt meríthetek a mindennapi imádságokból, a Bibliából, tehát megerősít a hit valójában. Nagyon fontos, hogy az egyházközségben a diakóniai és a missziói szolgálatában is aktív szerepet vállal. Honnét jött ez, hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy nagyon sok hittel élő ember van, ön viszont nagyon sokat tett azért, hogy az elesetteket segítse, felkarolja az első pillanattól kezdve. Hát erre nehéz válaszolni, mert valahogy mindig az emberek közelébe, bármilyen munkaköröm volt, mindig úgy alakult, hogy emberek között voltam, emberekkel foglalkoztam, és a református gyülekezeten belül is, még a 70-es években, ha jött a karácsony, vagy nagyobb ünnep, akkor a munkahelyemen is szerveztünk gyűjtést, és a rászorultaknak gyűjtöttünk, és azt elvittük az egyházhoz, élelmiszerre gondolok legelső sorban, de pénzadományra is. És tehát mindig szoros kapcsolat volt az egyházzal is, e tekintetben is. Hogy gondoltunk arra, hogy hogy karácsonykor például, hogy milyen jó lenne, szép lenne, hogyha másoknak is sikerülne örömet szerezni. És a vállalaton belül, ahol dolgoztam, a vetőmag vállalaton belül, ott is rendszeresen szerveztünk gyűjtést ilyen alkalmakkor. És azt elvittük az egyházhoz, és az egyház a rászorultaknak szétosztotta. Ugye ilyen volt aktív résztvevőként annak az önkéntes csapatnak, akik a dunaalmási fogyatékosokat ápoló gondozó otthon szolgálatát erősítették. Ez már viszont egy olyan dolog, ami én azt hiszem, hogy nem egyszeri, tehát nem egy pusztán egy ajándékozás, hanem egy olyan rendszeres segítség, aminek nagyon sokat köszönhet nyilván egy ilyen otthon. Hát igen, ez egy nagyon-nagyon szép emlék részemről, nagyon szerettem Dunaalmásra járni.
és megvolt a társaságunk minden hónap második szombatján, úgy emlékszem, Dunalmásra mentünk, és ott szolgáltunk a betegek között. Tehát valahogy mindig rám talált ez a feladat, vagy én megtaláltam, hogy hol érzem magam igazán otthon, lelkiekben. És hát a Dunaalmás sok szép élményt jelentett. Nagyon sok beteg gyerek volt, akikkel törődtünk, sőt, van még egy gyerek, aki tulajdonképpen szellemileg épp volt, de mozgásában volt korlátozott, és bár elkerült Dunaalmásról, de ugye a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Hát ennek most már több mint 20 esztendeje is. És nagyon-nagyon fontos azért az elismerés, és azért beszélünk kiemelten erről, mert nyilvánvaló, hogy ezt nem az elismerésért csinálja az ember fia, mármint a segítést, de azért jó, hogyha azt mondjuk, hogy odafigyel, mint például a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése, hiszen amikor a Pro Pannonia Reformata díjat megkapta, akkor az megerősítést jelent, hogy igenis fontos, hiszen akkor már elindult az a folyamat is, ami a székesfehérvári adventi jótékonysági estet létrehozta. Én azt hiszem, hogy az egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt számunkra itt Székesfehérváron, és azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk a teljes Kárpát-medencében. Hát nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagyon nagy meglepetés is volt számomra. Ez az elismerés, meg is az, hogy pápán istentisztelet keretébe kaptam meg ezt az elismerést, ez különösképpen felemelő volt számomra. Lelkész szentelés is volt egybe, tehát nagy megtiszteltetés volt. Egy kicsit beszéljünk az adventi jótékonysági estekről. Igen. Ugye 2006-ot írtunk, amikor az Öregfélé Caritas csoport meghívására először létrejött. Akkor Módvai Csángó gyerekek jöttek, igen. Azóta eltelt nagyon sok idő, ez egy csoda. Gondolom ebben egyet értünk, hiszen igen. Vannak állandó szereplőink. Honnét jött a gondolat, hogy ezt a jótékonysági estet megvalósítsák ebben a formában? Hát tulajdonképpen 2010 év előtt az egyházi iskolák, a katolikus és a református iskolák sem kaptak állami támogatást, és akkor, ha jól emlékszem, a Szent István Művelődési Házba a délvidékieknek, a Magyar Kanizsai Színháznak volt egy előadása, és ott a szeretett vendégség keretében beszélgettünk Spányi püspök úrral, meg Somogyi László nagytiszteletű úrral, hogy milyen jó lenne jótékonysági estet szervezni az egyházi iskolák javára és advent időszakában. Ez jött ez a gondolat. És akkor arra gondoltam, hogy ha ezt jónak találják református és katolikus részről, akkor olyan keveset tudunk az elszakított területen élőkről, hogy akkor hívjunk meg minden adventi jótékonysági estre az elszakított területek különböző tájegységekből fiatal tehetségeket, akik közreműködnek az este, és méghozzá népviseletbe, és hozzák annak a tájegységnek a hagyományait énekbe, dalba, táncba. Így kezdődött. Igen, és akkor jöttek Felvidék, Délvidék, Kárpátalja. Felvidékről Bent Gabika azóta már gondolom orvos. Igen. Gyönyörű, szép doboraljai népviseletbe, csodálatosan énekelt, jött a családja. Akkor jöttek Délvidékről táncosok. Kárpátalja volt mindig egy kicsit nehezebb esett, azt mindig innen próbáltunk. Erdélyből, Csíkszentsimonból, kis énekesek székely ruhába, és hát ugye sokszor volt olyan munkatársam a későbbiekben, aki megkérdezte, hogy Erdélyben magyarul beszélnek, és ezek mind hozzásegítettek ahhoz, hogy hát ezt valaki megkérdőjelezi, hogy ott magyarul beszélnek. Hát mondom, akkor be kell mutatni Fehérvárnak, hogy hát igen, ott beszélnek igazán csak szépen és magyarul.
Szépen magyarul. Hiszen a Csángó barátaink, ők is fantasztikus barátságok születtek, azért igen. Ezt tegyük hozzá. Hát igen, ott a Csángó keresztül egyesületben dolgozom Budapesten, és itt is a Fuchs Istvánnal, aki a Csángó keresztül egyesületet Fehérváron megalakította, vele is nagyon jó a kapcsolat. Hát Bőte Csaba atya indította el a keresztül programot, amiben kezdettől fogva részt vettem. Úgy gondoltam, hogy nagyon fontos a gyönyörű szép magyar nyelvünk megőrzése, mert moldvai magyaroknál az archaikus magyar nyelvet őrzik. És fontosnak találtam, hogy ez megőrizték, és hogy tanuljanak azok a gyerekek magyarul, mert a szülők tudtak magyarul, de hát miután román környezetben dolgoztak, ezért nem vagyok biztos, meg sőt a tapasztalat azt mutatta, hogy otthon nem beszéltek magyarul, hanem románul. Igen. És akkor gondoltunk arra, hogy hát ez már hogy született a Hegyeli Attila, az akkori oktatási felelős Moldvába, vele gondoltuk át, hogy milyen jó lenne, hogyha 36 gyereket, ha egy busznyi gyereket áthoznánk. Hát 36 gyereket, és az öreghegyi Karitász Ervin atyával ezt támogatták, és az ő anyagi segítségükkel 36 gyereket és tanárt hoztunk át Székesfehérvárra. És ugye ez egyre inkább tágult, hiszen ahogy beszéltünk róla, a teljes Kárpát-medencéből érkeztek gyerekek, és olyan települések, ahol közvetlenül tudták segíteni a különböző intézményeket, iskolákat, egyházi intézményt, ez igen, ilyen értelemben mindegy. És hogy jött a velencei tábor gondolata? Hiszen az is egy nagyon komoly lépcső volt. Hát igen, amikor áthoztuk a gyerekeket, akkor összeállítottunk egy tervet, nagyon nehéz volt áthozni még őket, mert kellett a szülői engedély, és azért sok szülő ott Moldvába, Spanyolországba, Olaszországba dolgozott, de hát ezt megoldottuk, hogy különböző faluból érkeztek ezek a gyerekek. Gajdáról, magyar faluból, Pusztinából, és akkor hát két hetes programot állítottunk össze, egy hét volt Székesfehérváron, egy hét pedig a velencei rekreációs táborba. Abban az időben dolgoztam, most ugye eszembe jutott, a Mezőkasszonyi Iskoláért Alapítványnál. És ott támogattuk a gyerekeknek a tanulását, akik átjöttek Magyarországra, Horváth Miklóssal, Sattinak a férjével, ő volt az alapítvány elnöke, és akkor kerültünk kapcsolatba ezzel a rekreációs táborral, a mezőkasszonyi gyerekek is voltak ott a táborban, és utána jött az ötlet, hogy akkor ott egy hetet eltöltenek. Amikor pedig Fehérváron voltak egy hétig, családoknál helyeztük el a gyerekeket, hogy tanuljanak, tehát magyar környezetben legyenek, ne egymás között, de szerveztünk neki közös programot Budapestre, Tatára, Balatonra, de a szülők saját maguk is, vagy a fogadó családok saját maguk is szervezhettek programot az alatt, az egy hét alatt. Rendkívüli méltóság kíséri a Szent István Művelődési Házban ezt a jótékonysági estet, és most már megvan az állandó csapat. Tehát esztendők óta ott vagyunk mi is, természetesen a műsorvezetők, akik vállalják, igen. És természetesen nem pénzért teszik, illetve a szolgálat. Így van, szolgálatnak tekintik, igen. És ez így van rendjén, és ugye ott vannak a fellépők, a Csángó csapat, a pusztinai csángók, ugye minden esztendőben azt hiszem, hogy ez egy csoda pillanat mindenki számára, és itt szépen sorban azok a fellépők, és ami ne egyáltalán mellékes, mert itt nyugodtan beszélhetünk pénzről, azok az adományok, amelyek befolynak, nagyon sokat segítenek a határon túli élőknek. Ha csak az elmúlt esztendőt nézzük, ugye majdnem 1,5 millió forint volt, igen, és ugye a kárpátaljai, a református egyházkevet Mandulafa idősek otthonát segítették. Ez azt hiszem, hogy nagyon nagy megerősítést jelent önöknek, szervezőknek is, de milyen gondolatokkal fogadják ezt a fajta segítséget?
Hiszen ez nem lelkiségítség. Hát ők nagyon boldogok. Én magam részéről hiszek abba, hogy Kárpát-medencébe, akik ezt a szép magyar nyelvet beszéljük, összetartunk, és felelősséggel tartozunk egymás iránt. Tehát látjuk, hogy milyen nehéz a helyzet Kárpátalján, vagy akár a felvidéken, délvidéken, de hát én úgy érzem, hogy kötelességünk, hogy segítsünk az elszakító területen élő magyar testvéreinknek. És hát nagyon nagy meghatódottsággal fogadják, különösképpen Kárpátalján, meg felvidéken, mert úgy kialakult az évek során, hogy a Kárpátalján a Mandulafa idősek otthonát segítjük református részről, meg abban a körzetben a református gyülekezetet, vagy akinek szüksége van rá. Felvidéken pedig a Párkányi Szent Imre katolikus egyházi óvodát évek óta támogatjuk, és nekik is igen nagy szükségük van, mert egy szlovák környezetben élnek, és ezek a gyerekek, rendszeresen elmegyünk Deák Lajos néval, Zsuzsával, Imre napkor meghívnak bennünket Párkányba, és ünnepséget rendeznek, és ilyenkor a magyar királyok vetélkedőt tartanak, és a történelmi vetélkedőt, és ezek a kicsi gyerekek, ezek betéve tudják, hogy ki volt Szent István király, Szent Imre, hol van eltemetve, és akkor a legjobbak között még ajándékot, a legjobbak ajándékot is kapnak. Tehát nekik fontos a magyarság tudat, és az, hogy mi elmegyünk oda, ez nekik egy megerősítés. Hogy érdemes, mert hiszen bennünket is érdekel, hogy velük mi van. Nagyon fontos dolgokról beszélt, és annál is inkább, hogy egyre tágul ez a kör, hiszen Székesfehérvár önkormányzata is ebben benne van már, okay. És fontos, hogy spányi püspök urat említette, de hát a református püspökünk is itt van folyamatosan. A Steinbach püspök úr. Igen, folyamatosan támogatja. Bizonyította a Propannonia Reformata díj is, hogy nekik is fontos az elszakított területen élőknek a sorsa. És ez ráadásul Székesfehérvár számára is. Ugye a Cserpakovics András polgármester úrral az elmúlt esztendőben arról beszéltünk, hogy ez a királyi város kapcsolatának megerősítése és az új kapcsolatok létrehozásában is nagyon fontos szerepet játszik. Igen, rendszeresen támogatja az önkormányzat, és ez óriási segítség, mert hát azért bármilyen rendezvény minimális költséggel jár. És ehhez nagyon nagy segítséget ad az önkormányzat évről évre, és az egy jó érzés, hogy az ember nem egyedül van, most ezt idézőjelben mondtam, hanem hogy a város is ott van a háta mögött, és támogatja, és az egyház, hiszen a Szent István Művelődési Házba rendezzük évről évre, kezdettől fogva a rendezvényt, és ez bizony a spányi püspök úr, és a Jakubek Ági is kezdettől fogva támogatták. A Steinbach püspök úr is, tehát ők anyagilag is, ők is próbálják támogatni, a költségekhez hozzájárulnak. Tehát ez nagyon nagy segítség, hogy hogy a városban teljes összefogás van. Az egyház és az önkormányzat részéről. Egy kicsit beszéljünk a segítőiről, hiszen tudjuk, hogy igen. A munka dandárját ön végzi, hiszen ezt elindította és teszi a dolgát, ugyanakkor ott vannak természetesen azok, akik ugyanúgy hisznek ebben a misszióban, mint ön. Hát tulajdonképpen itt van a meghívó, ami minden évben nagyon szép kivitelű. A meghívót Nagy Zoltán Péter készíti el évről évre, aki önzetlenül, fáradhatatlanul megy a pusztinaiakért minden évben, ahova karácsonykor szeretett csomagot készítünk, mégpedig a Tiszterci Gimnázium, a Református Általános Iskola, a Hétvezér Általános Iskola, a Rátkeresztúri Általános Iskola tanulói, tanárai készítik, gyönyörűen becsomagolva, és ezt a Zoli viszi el évről évre, és hozza a pusztinaiakat, majd viszi őket vissza. Igen, Deák Lajosné kíséretében, nagyon nagy képviselő asszony is ott van gyakorta. Igen, és akkor
Hát itt a meghívón hát nagyon sokan segítik. Tehát a Fejér megyei hírlap, Városgondnokság, Nemzet Stratégiai Kutatóintézet tavaly, a Szent István Hitoktatás, említettem, Székesfehérvári Egyházmegyét, önkormányzatot, a Talentum Református Iskola, tehát sorolhatnám, és az ajándékokat pedig úgy gondoltuk, hogy hát Kárpát-medencei ajándékot kapjanak, tehát Kolondról, Józsa János fatekas műhelyéből hozzuk évről évre, ezzel is segítve őket. Arról nem beszélve, hogy Józsa Judit, ugye most már a Józsa Judit díjról is azért essék szó röviden, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepet játszik egyrészt alkotó emberként, művészként, másrészt pedig a Józsa kézműves dinasztia egyik fantasztikus Magyarországon élő tagjaként. Igen, jövő héten kapja meg a Magyar Örökség díjat, úgyhogy szívből gratulálok ezúton is. Természetesen. Igen, hát ő is a támogatóknak, mert a rendezvénynek a fő támogatója, fővédnökei, Steinbach püspök úr és Fányi püspök úr évről évre, és hát a gyönyör szép ajándékokat azért a Józsa Judit készíti el a fővédnökök részére, vagy éppen Józsa János fazekas mester. Judit, még annyit hadd kérdezzek meg, hogy nyilván minden egyes jótékonysági estvége a következő kezdete. Igen. És azt hiszem, hogy most nem mehetünk el szó nélkül az orosz-ukrán háború mellett, hiszen most már helyek közel Kárpátalját is fenyegeti. Idén miként gondolnak erre? Hát tudom, még korai, csak... Nem, az idén is Kárpátalja javára, az idén egyrészt református részről Kárpátalja javára lesz, a nagyborzsovai református egyház részére, de ez még egy kicsit még lehet, hogy változik, de minden esetre Kárpátalja, és a Párkányi Szent Imre katolikus egyházi óvoda részére december 6-án. Nos, hát én miközben megköszönöm és gratulálok még egyszer minden székesfehérvári és mindannyiunk nevében az elismeréseihez. Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, jó helyre került a Kárpát-medencei együttműködési díjat és valamennyi, és természetesen ott leszünk, mint minden esztendőben mi is. Addig is jó egészséget kívánok önnek, munkatársainak, mindenkinek, aki segít ebben a misszióban megvalósítani azt, amit célul tűztek ki a mi Kárpát-medencei magyarságunkért. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Prekrit Judit volt, aki a közelmúltban vehette át az Kárpát-medencei együttműködésért díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.